Üdvözlök mindenkit, F1 Motor is back. Itt vagyunk a harmadik fordulójával az F1 1999-es mód bajnokságával, ahol ülünk be tehát az Auberünkbe, és nem sokára el fog kezdődni az idei harmadik futam, tehát. Visszatérek a one shot qualifying rendszerhez, ugyanis a short weekend-del se lehetett ugye R&D-t megcsinálni, így feleslegesnek tartottam azt a hosszú kvalifikációt, így alapjába véve, de akkor nézzük is, hogy mivel kéne nekivágni ennek a versenynek. Imola az nem a végsebességre megy, annál inkább a leszorító erőre, úgyhogy én szerintem hagyom itt középen. Még gyorsan megnézem, hogy hallatok-e. Oké, okay, rendben volt minden, érkezünk is akkor tehát ez a célegyenesre. Alapban benyomta, nem tudom miért. Na akkor hagyjuk is középen a féket. Féktávak ugye figyelni kell. Ja, az komoly. Suma elég szépen lehagyott minket. Hét tized az első szektorban. Ez így jól kezdődik, mondhatom. Ez elég zivatos kanyar, ezt tudom. 2003-as módban gyakran megcsúszott az autó, 1,6. Itt viszont jól jöttünk át. Meg is tudjuk talán egy kicsit közelíteni Michael Schumachert. Viszont meginvestünk. Lassú kanyarok nem fekszenek az autónak. Az utolsó kanyar, de elrontotta. 9. Hoppá. Mennyit visszahoztunk az utolsó kanyarban, te jó Isten. És mik azok az a különbségek? 6000, 7000, 12000. Nagyon szoros volt. Végül Häkkinen a pole pozíció Eddie Irvine előtt, és Barrichello ott van ismét. A Stewarttal a harmadik helyen. Aztán Schumacher a negyedik, Coulthard az ötödik, ott van a két bárhonda ismét, hatodik, hetedik helyen. Luca Badoer, a Minardi van a nyolcadik, aztán jövünk a két Zauberes, 9-10. Mark Jenny a 11., Járnot Rui 12, Frentzen, Panis, Ralf Schumacher, Fisichella, Wurz, Zanardi, De La Rosa, Hill, Takagi és Herbert. Így fogunk tehát rajtolni, utolsó már több mint 2 másodpercet kapott. Tehát van gyenge pontja az AI-nak, ezt már tudjuk a két sikán. Hetedik hely volt az elvárás, igazából nem érdekel. És akkor mindjárt megyünk is tovább a versenyre, ami inkább mondhatni a fő attrakció. Na, verseny napja, tehát 25%-os versenyek lesznek. Kicsit felhős az ég viszont. De első szerintem nem várható. Ahogy Brazíliában se volt, meg Ausztráliában se. Ez így van, eléggé egyhangulag száraz futamok vannak. Legyen mondjuk 5-4. Az 50 az jó volt, azt hagyhatjuk. 1-11. 1-11-11. Váltón nem állítunk.
Megbízok a játékban ilyen tekintetben, és akkor menjünk is a rajtrácsra. Ebben a pillanatban tehát itt is vagyunk. Häkkinen az első helyjel. Irvine a másodikról, mi a kilencedik helyről, és mellőlünk Alesi a tizedikről. Eléggé egy tempónk volt át a kvalifikáción. Ez ilyen laplemente? Feeling. Na és akkor nézzük is az öt piros lámpát, ahogy kialszik, ebben a pillanatban elindultunk. Elég jó rajtot vetettünk. Itt vagyunk Villeneuve mellett, le is tudjuk talán rajtolni. Szépen meg is van. És hetedik helynek néz ki, kicsit elvétjük a kanyart. Nyolcadik. Túlságosan vigyáztunk, így inkább kimentem a bukótérbe, ezzel vesztettem. Opa. Na most vissza is nyertük azt. Nem tudom, hogy ez pályahagyásnak számít-e ilyen szempontból. Irvine megint visszaesett viszont. Ez a második rajtpozíció ismét nem segített neki. Ez a kanyar a rémálmom amúgy. Hoppá! Coulthard elhagyja a pályát. Pedig az élmezőny eléggé együtt van. Ajaj. Két Ferrari van most jelenleg előttünk. Häkkinen továbbra is vezeti a futamot mögötte Barrichellóval. Óvatosan kell egyébként vezetni ezeket az autókat. Itt veszítenek nagyon sokat a sikámban. Aja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 j
hozott itt a mezőny egymás mellé majdnem. Häkkinen, Häkkinen! Häkkinen lelassult, Barrichello elhagyja a pályát. És Alesi mögöttünk van! Alesi az ötödik! A csapattársunk tehát ismét, nem ismét, de jó pontokat szerezhet. Schumacher vezet akkor most, Irvine itt van előttünk. Häkkinen a második. Barrichello ugye rontott az előző futam győztese hazai pályáján. Schumacher elhúzott. Häkkinennel valami baj lehet. Irvine kicsúszik. Gyakran hibáz a mesterséges intelligencián ebben a kanyarban, és itt van mellettünk Alesi! Aki majdnem megpróbált minket megelőzni. De aztán valamiért eléggé bátortalan volt, aztán most Badoer a negyedik. Őrült versenyként kezdődik ez a zimolai. Alesi elég jó pozícióban van egyébként akkor. Igen, itt a mesterséges intelligencia hibája. Túl széles íven veszi azt a kanyart, legalábbis valami furcsa ideális ívet használ. Nem tudom, hogy ez valami bug-e. Hoppá, egy kicsit blokkol a kerék. Viszont szóval nagyon gyorsak. Schumacher elhúzott viszont. Neki megy a vas. Häkkinent nem látom a tükörben, az normális vajon? Hopp, valaki még kicsúszott, Häkkinen lehetett az, mert Badoer a harmadik. Valaki ki is esett egyébként. Végtávokat úgy tűnik sikert megérezni. Itt az imolai pályán mondjuk nincsenek is olyan nagyok, amiket el lehetne véteni, mint mondjuk Ausztráliában volt.
Nem tudom, tudjuk elérni egyébként még Schumachert, 26-6-os kör. Használtuk. Jaj. Nem direkt vágtam le, csak megcsúszott a hátulja. De mondjuk attól még ugyanolyan levágás, mondjuk a játék se számította. ...2,7-re van, kicsit hoztunk rajta tehát. Alesi visszaesett, nem jó. Jó a setup egyébként. Jaj, 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 jaj! Kicsit visszaveszünk most. Jó, mondjuk nem nyertünk vele, úgyhogy inkább nem. Ezt csúnyán levágtuk, meg ezt is. Ilyen, amikor megcsúszik az autó hátulja. Sajnos az ellen nem tudunk semmit se tenni. Ebből a kanyarból tudunk nagyjából táplálkozni ezen a körön. Mert különben szerintem nem ilyen mezőny tempója lenne ez. De elég kellemes kis pálya ez, amúgy. Jaj, ez kicsit széles lett. Ugye eleve a Classic Editionhez készült. Na, most sikerült jól bevenni. 3,2. Tudunk-e hozni mi a Schumacheren? Na, most már láttam a 2 másodpercen belül, így van. 1,6. Többi meg veszítünk igazából. Ami betudható egyébként az autónknak is. Na, Schumacher fölkapcsolt. 26-1-et jöttünk egyébként. Box kiállás idő. Az kicsit korai, nem? Az a kiállás. Én megyek még egy kört, ami biztos, ami biztos. Ebben a kanyarban meg mi vezetünk egyébként? Nem is látom Schumachert. 3 másodperc. Hát ott igen, ott vagyunk gyorsabbak. Látom, ezt mérnökünk is kiszúrta. Ez a zseniális utolsó kanyart. Kijött a Schumacher a boxba. Kijött a Schumacher. Na, jó van azért. Érdekes volt. Azt akartam ezt mondani, hogy kijött a boxba a Schumacher, de aztán... megkutyulódott a nyelvem. Ja, hogy így futyotta meg a leggyorsabb kört. Ohoho. Ebből nem adunk. Barrichello. Boxba bemenetté futják meg a leggyorsabb köröket. Nice.
Silverstorm-ban van azt hiszem még ilyen. Kettő másodperccel gyorsabb a boxbejáratos idő, mint az alap. És ez most itt tényleg kijön, mert itt annyira nem kopik a gumi. Szóval mégis normális köröket lehet menni. 7 tizeddel vagyunk gyorsabbak magunk után, azt nem tudom hol találtam. Akkor jövünk is ki mindjárt a boxba. Nem kell, jól tudom, nem kell fékezni abba a kanyarba. Itt ugyanis a vonal, az lelassít minket. Lelimbe addig, és nem miénk a leggyorsabb, ó franc. 25-1. Hova vagyunk vissza amúgy, az is egy jó kérdés viszont. Visszajövünk az első helyre? Schumacher! Nem, pont nem. Schumacher visszajött elénk. Osztunk rajta. Annak ellenére, hogy lassabb volt a bevezetőkör. Blokkolt a kerék, nem jó. Viszont sokkal közelebb van, mint eddig. Ha sikerült volna megelőzni, akkor megspórolhattunk volna néhány kört. Most mennyi? 1,4 a fele az eddigieknek. Szóval ott az utolsó sikán után nagyon közel leszünk. Na nézzük, tehát. Igen. Kiárat, jobb a kigyorsítás, Schumacher mellettünk. Viszont gyorsabb az a Ferrari a... az egyenesben. De így is meg lesz külsőiben? Meg. Átvettük tehát a vezetést a verseny 9. köre elején. Ezt a részt viszont még le kéne védeni. Ahol gyorsabb viszont Schumacher. Badoer még mindig a harmadik amúgy. Ez gyönyörű. Így van, itt megérkezett rendesen ránk. Ezt a kanyart még nem szabadna elrontani. Na, a sikámban talán egy kicsit le tudjuk rázni. Így is van. Ez már egy megnyugtatóbb előnynek tűnik. És akkor itt tudunk elhúzni viszont. Nem vágjuk le. Szép. 26, 7-es kör. Nagyon lemaradt. 2,3. Akkor mondjuk 1,3 lesz a kör közepére. Jaj. Azonkodom, hogy mi lesz a következő futam? Jó, ott van Monaco. De ebben nem vagyok biztos. Messze Monaco után van Barcelona. Aztán pedig Kanada. Nem emlékszem pontosan erre a versenynaptára. Azt mondom, hogy jó kis pályák vannak benne. És egyedül a manikúri hiányzik. Amit mi nem tudunk menni. Meg nyilván egyes pályáknak más a vonalvezetése. Például Silverstone-nak. Vagy a Hungaroringnek. De igazából az nem lényeges. 2,9. Annyira nem is hozott sokat.
16 körös egyébként a verseny, szóval... Még azért van pár forduló, úgymond, izgulni. De egyelőre stabil a vezetési stílusunk. És pontosan vezetünk. Egész kellemesen úgy vezetni ezeket az autókat. Bár néha a fékezésnél figyelni kell azért. Jó kanyarodnak, semmi baj nincs velük. Annak ellenére, hogy egy középmezőnybeli csapatot vezetek. Legendai mellett. Egész 8-ra van Schumacher. És tőle 5,3-ra Badoer. Meglepetés dobogó lehet ismét? Lehet, hogy egy más pályákon nem leszünk ennyire versenyképesek, ki tudja. És viszont növeltük az előnyünket. 4,8-ra 5,4-re a középső részen. Lehet, hogy limbe megy Schumacher. Vagy ki tudja. Szóval 7-es kör. Nem is futottunk leggyorsabbat. Elég elnéző a játék ezen a pályán. Itt 3, az igen 2 másodperc az utolsóban. Rákapcsoltunk, az látszik. Hát, amit gyakoroltam is volna a pályára, mert ahhoz meg lusta voltam. Lehet, hogy a jövőbe kellene majd. Ki tudja. 6,7, most hozott. -9. Na ez már kör. Már csak 9 tizedre vagyunk a leggyorsabbtól. Kicsit kevesebb. 3 másodperc körönként. Badoer közelít Schumacherre? 4,3, az előbb még 5 volt. 5 felett, hozzáteszem. Az is egész jó kör lesz. Kicsivel lassabb talán. Az az vicc egyébként, hogy elég jól elhúztunk itt az élmezőnyben az első 3-as. Közelében nem látok senkit Badoernek sem. Ó, javítottunk. 25-ös körök azok megvannak most. Jó, mondjuk ha jól tudom, 13-as autókkal itt 20 alatt mentem. De ebben nem vagyok most biztos.
Hoppa, egy blokk. Tíz egész egy. Eléggé spórolhat akkor a Ferrari németje. Ha már idén is van egy, akkor visszamenőleg is legyen. Jajjaj. Az a rázok, ő nem kedvel engem. Állandóan megdob. Hát ez már nem lesz gyors kör. Nem is az a lényeg most. Nem, hogy behozzuk a kocsit épségben. Ezt a Zaubert a második futam győzelmünkhöz. Nem gondoltam volna a szezon előtt, hogy ilyen leszek képes. De hát legendaim van. Ennél nagyobb kihívást nem tudok csinálni. És egyébként jó a mesterséges intelligencia, azt is vettem észre. Csak hát ez a pálya egy kicsit bugos ezek szerint. Az az utolsó kanyarral. Amúgy ez is izgalmas verseny volt. Szóval nem az, hogy mint a 14-ben, hogy egyből előre törünk, aztán huszárok, meg minden. Még akár Richet is használhatnék, de minek? Jó lesz az a saját kocsimba is. Mondjuk azzal a pár literre nem tudom, mit kezdenék. Három tized mínusz. Akkor ez még gyorsabb kör lesz, mint eddig. Viszont 9 ugyanúgy. Végén picit vesztettünk. Utolsó kör akkor. Ha csak egyszer kell végigmenni ezen az imolai aszfaltcsíkon. A San Marino nagy díj helyszíneként. Sárga zászló. Most már nem. Valaki kicsúszhatott. Gondolom a szokásos helyen, ahol jó páran eldobták az autót, azt hiszem Irvine meg Coulthard volt a másik, talán meg Häkkinen is, ha jól emlékszem. Pályát hagyta el, és úgy előztük meg. Hopp. Na itt még egy lekörözött boly lesz előttünk. Meg egy jó szalkör. Most már mindegy. És akkor mindjárt fordulunk rá az utolsó kanyarra. Hogy ide egy második győzelmüket ünnepeljük a Zauberrel itt Imolában. Ebben a pillanatban átszeljük a célvonalat és megnyerjük a San Marinói nagy díjat. Alesi 15. Ó, jaj. Mi történt ott a végén? Ez a végeredmény. Ez a végeredmény, ez kész. Én nyertem. Schumacher a második, Luca Badoer a harmadik. Jacques Villeneuve a negyedik. És a másik Minellivel Mark Jenny az ötödik. Atya úristen, lassan több pontjuk lesz, mint a McLarennek, te jó ég. Aztán Barrichello 6, Häkkinen visszaesett 7-re, de szoros volt ott a 6. helytől lefele. Nem tudom, mi történt egyébként. Na mindegy. Zonta 8, ugye Häkkinen 7, Zonta 8, Delorosa 9, Ralf Schumacher a 10., Coulthard 12, Irvine 13, Alesi ugye csak a 15. És Wurz az, aki kiesett a versenyből. Nézzük akkor így, hogy áll a bajnokság.
34 pont. Schumacher a második most már, 34 ponttal, és annyi is a hátránya, azt szépen összehozták. Aztán ugye Barrichello harmadik, 33-mal, ott elég szoros. Villeneuve 30-al, aztán Frentzen, Häkkinen, Zonta, Zsené, Badoer, Ralf Schumacher és Coulthard, majd Irvine. Konstruktőrére mindjárt kíváncsi leszek. 4 pontja azért van a Lazynek. Ó, Sauber vezet, nem is kicsivel. 26 pont az előny a bár Hondával szemben, aztán jön a Ferrari, a Stewart, a Jordan, a Minardi. És tényleg ott van a McLaren előtt. McLaren csak a 7. a bajnokságban mögötte a Williams-szel. Atya úristen, mi lesz itt? És a Jordan az miért indiai csapat? Közben most tett le a fél óra. Na mindegy akkor. Szerintem ennyi is volt ez a videó. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, megköszönöm a figyelmet. Találkozunk legközelebb is, legyetek jók. Sziasztok!